akkor gratulálok köszönöm hozzá. Jó egészséget, meg sok sikert. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át a nagyvejkeiek új falubuszát. Országosan 2019 óta 200 milliárd forint érkezett a kis településekre, az idei esztendőben 14 pályázati alapon további 70 milliárddal bővül a keret, mely támogatás javítja és komfortosabbá teszi a falvakban élők életminőségét, mondta Potápi Árpád János. A körzetemben eddig 29 kisbusz került beszerzésre, és hát reméljük, hogy a 22-es pályázatok is majd újabb ilyen járművek megvásárlására adnak lehetőséget. Számos esetben a lecserélt járművek határon túli magyar közösségekhez, önkormányzatokhoz kerültek, segítve ezzel a munkájukat, tette hozzá az államtitkár. Nagyvejkén eddig egy személygépkocsi teljesített szolgálatot a falugondoki hálózatban. Nagyvejke lakossága elidősödött, a fiatalok távol élnek, így a település a most megkapott autóval könnyebben tud gondoskodni a mindennapokat nehezen megélőkön.